Szerintem mopszot úgy csinálnak, hogy fognak egy normális kutyát, falhoz basszák. Mopsz, 80 000, tessék! Na most az a helyzet, hogy mi már nem kimegyünk a természetbe, hanem behozzuk azt a házba. Egyre inkább olyan kutyákat lehet kapni, hogy úgy van eltörve a gerince, hogy a konyhába jobban megy a kanyar, nem? Van például ez a mopsz. Nem tudom, ismerik-e ezt a mopszot. Hát ez az a kutya, ami úgy néz ki, mint egy rosszul összevar plüssállat, mint valami, ami leesett a futószalagról, ugye a tokát a heréjével, összecsípte. Ez a kutya egész életében a nyálával küzd. Úgy liheg, mintha valaki a sarokban fogat most. Ez a... Szerintem mopszot úgy csinálnak, hogy fognak egy normális kutyát, falhoz basszák. Mopsz, 80 000, tessék! Az a helyzet, hogy egyébként nagyon aranyos, hozzáteszem, tehát tényleg írtó édes kutya. Haveromnak is volt egy mopsza, ahogy megláttam, egyből föl is kaptam. Új, gyere ide, kisöreg! Föl nem menne, kiesik a szeme! Hogy mit csinál? Kiesik, nem lehet emelgetni, mert kibudjan. Mi a fasznak veszel egy ilyen szarban? De... Na jó, nem, de... De az a helyzet... Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy bárki is megkérdezte a mopsztól, hogy ő szeretne a mopsz lenni. Tehát, hogy jó-e neki, hogy ő mopsz, hogy bármikor is megkérdezték, hogy szevasz, öcsém, mi szeretnél egy ilyen tökös dobberman, vagy egy ilyen izé? Hát én mondjuk jó lassú válasz izé lettél, szevasz. Egyébként életemben, amikor először láttam mopszot, a fodrásznőnél voltam. Nem ma volt. És azt hallom, hogy szörcsög a fodrásznő, mint az állat. Csak adok neki egy zsebkendőt. Ezt miért kapom? Hát, hogy tessék megtörölni az orrát, mert hogy szörcsög. Ja, ez nem én vagyok, ez a mopsz. Még személyiséget is ad a betegségén. Azért tessék csak kitörölni azt a csúnya mopszot, jó? De nem. Mopsz az a kutyám, Xixi, ott van az asztal alatt. És akkor láttam először egy ilyen kutyát, ott mosta a fogát. Jó, ez is megvolt, de egyszer csak bejött egy öreg úr, leült várakozni, elkezdte nézni a kutyát, majd megszólalt, hogy ez a kutya beteg. Rosszul veszi a levegőt. Nem, nem, ez egy mopsz, ő így veszi a levegőt, már így vettem. Akkor jól átverték. Ez azért veszi így a levegőt, mert rossz a szíve. Én orvos vagyok, bármikor lenyomok 50 fekvőtámaszt 70 évesen, és nem fogok így liegni. Ezzel az öreg kérdés nélkül leverte magát a padlóra, és elkezdett a hajban fekvőtámaszt nyomni, úgy, hogy közben hangosan számolta. Na, ekkor a kis Xixi is érezte, hogy valami zavar van az erőben, odafutott, hát futott, húzta magát a csápjaival, és elkezdte egy centiről a hajban fekvőtámaszkozó öregember fejét ugatni. Annyira szürreális volt ez az egész kép, hogy mondottam, felkérem a fodrásznőt egy táncra, és eladom egy Tarbéla filmbe a jelenetet, mert biztos kell nekik. Na most az öreg lenyomta az 50 fekvőtámaszt, majd belefeküdt arccal a hajba. Na, most segítsen valaki, mert nem tudok felállni. De csak azért, mert fájt a háta a kis Xixi, viszont úgy ki volt készülve attól a kis ugatást, hogy úgy kellett a helyére rúgdosni. Szerintem itt az ideje a lábatlan kutyának, nem? Szerintem minek neki láb? Hát tök zavaró, nem? Hogy a lábatlan kutya az oda szarik, ahova leteszed. Kész. Nem kell utána rohangászni, meg gyűjtögetni. Kell hozzá kis kutyatok, nem akad be a lába, kutyazsírral még 50 000-ért kibélelheted. Suszítani is lehet, csak dobni kell. Fogd meg!